Itt van velünk a napi aktuálisban Domokos László, a Parlament Költségvetési Bizottságának alelnöke. Jó estét, jó estét kívánok! Az MSZP frakció igennel szavazott, az SZDSZ-esek kicsit megosztottak voltak, bár maga a párt teljes mértékben elutasítja a jelenlegi tervezetét a költségvetésnek, a Fidesz az egyöntetűen ellene van. Mi a legnagyobb probléma a jövő évi költségvetés tervezetével egyelőre még csak? Nem lehet végrehajtani. Egyszerűen sem a bevételi oldal, sem a kiadási oldala nem megalapozott, ezért olyan kockázatokat fogalmaz meg, olyan kockázatokat hordoz magában, amit nagyon lehetős, hogy úgy mondani, a papíron mindent, a papír mindent elbír, de a valóságban olyan feszültségek vannak a költségvetés a rendszereiben, amelyek képtelenek lesznek ezt megvalósítani. Nem alapozta meg a kormányzat a különböző megszorításokat, a különböző átrendezéseket, tehát a kiadási oldal sem lesz megoldva, oktatás, egészségügy, szociális terület, kulturális és sport területen, ezért is módosító javaslatokat is nyújtott be a Fidesz-KDNP frakció, de talán a bevételi oldal az igazán problematikus, hiszen egyszer nem fog annyi bevételbe érkezni, mint amennyivel a kormányzat számol, tehát ezért a hiány valóban nem az az emlegetett 3,89%, hanem bizony 5-7% között várható, és az már nagy baj lesz. Említett, hogy nyújtottak be módosító indítványokat, hogyha jól értesültünk, nem sokat fogadtak el belőle. Hát gyakorlatilag semmit, tehát a nem sok az egy eufemisztikus dicséret. Gyakorlatilag az SZDSZ-nek néhány apróbb javaslatát fogadta be a kormányzat, illetve átment a fogyatékossággal élő szerveteknek egy 150 milliós tétel, amely még így is kisebb, mint amit korábban volt, de hát ilyen korrekciók megtörténtek. Ehhez is közel lehetett a Fidesznek, nem? Mert hát önök hangosan tiltakoztak az ellen, hogy ellehetetlenítsék ezeket a szervezeteket, de beszélhetnénk ugye a gyermekétkeztetésről, vagy a távfiáfájáról is. Így van, ezek azok a végülis közös eredmények, azt kell mondani, amely azért a költségvetési vita teljesen talán nem volt eredménytelen, hiszen azért tényleg a legkisebb települések foglalkoztatóitól kezdve a civil szervezetek, a fogyatékos foglalkoztatásban érintettek, fölléptek ilyen kérdésekben, és hát az a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kérdéskör, ahol gyakorlatilag kétharmadát le akarták venni a tányáról minden gyereknek, ez az egy technikai hibának minősítették utána, a szavazás után a miniszter úr, ez helyre vissza lett téve, tehát egy-két ponton sikerült eredményt elérni, de a nagy egészében a rendszer gyakorlatilag egy végrehajtatatlan rendszert hoz létre. Nyugodtan mondhatjuk, hogy talán májusig kibírja, hatja a júniusig ez a költségvetés, de azon napot költségvetésre lesz szükség. Egyébként a legellemi problémájáról talán még érdemes szólni, miért is van, és erre, majd a megoldás is, hogy merre kellene haladni. Mint a munkahelyek nem jönnek létre belőle, nem lesz beruházás ebből, ezért tovább fog a gazdasági mélyrepülés megtörténni. Ezért a Fidesznek első perctől fogva jelentős adócsökkentés volt a javaslata, és az, hogy próbáljuk meg mindent megtenni azért, hogy új munkahelyek jöjjenek létre. Látjuk, most már 10% fölötti a munkanélküliség, 15 éve nem volt ilyen súlyos a reálgazdasági folyamatok, és erre egyáltalán nem ad megoldást ez a költségvetés, és így viszont lehet darabolni, szeletelgetni, kicsit javítani a rendszeren, de mégis összességben lényegesen kevesebb pénz áll rendelkezésre. Kapott jelzést a kormány az Unióból, a költségvetési tanácstól, mégis úgy tűnik nagyon ragaszkodnak az eredeti elképzeléséhez. Vajon miért? Kinek készítik ezt a költségvetést? Ha önöket hallgatja az ember, akkor úgy tűnik, hogy nem Magyarországnak, nem is saját maguknak, hanem mintha az elkövetkezendő kormánynak készítenék, elaknásított terepre engednék rá, hogyha önök győznek jövő tavasszal. Ez így van. Mindenféleképpen az új kormánynak tolják át a problémát, hiszen azért lefeledjük, a többségük az a üzleti szférából jött, és az üzleti szférából is akar visszamenni. Oszkó Péter pénzügyminiszter azt gondolom legjobban fémjelzi, de a gazdasági miniszter, sőt maga Bajnai Gordon is azt láthatjuk, hogy egy technokrata gyorsan felmutatható látszatintézkedéseket hoz meg, amelynek részben meglettek a pénzügyi bizalom helyreállító folyamatai, de másrésztről a hosszabb távú, hiszen a válság nem egy-két hónapos, ez a magyarországi struktúrális válság meg jó pár éve húzódó gond, amelynek a lényege az, hogy
új és új munkahelyeket kell létrehozni, nem véletlenül mondja a Fidesz, hogy 1 millió munkahelyet kell létrehozni. Egyedül ez az egy megoldás lehet mind az emberek számára, de a magyar gazdaság számára is ez benne a jó. Ezért nem is értjük, hogy miért nem lépnek ebben az irányban, hiszen ha 100 000-rel több munkahely lenne jövő évben, az komoly segítséget jelentetne a gazdaság válságból kilábalásával. Mi úgy látjuk, hogy gyakorlatilag az IMF, Európai Uniós szerződések formális, ugye még a múlt, vagy az év tavaszán, április-májusban vállalt feltételeit erőltették át, erőszakolták át gyakorlatilag a parlamenten a főszámok elfogadásával. Ugyan lesz most módosító javaslatok, hiszen megnyílt újból a módosítások lehetősége, de gyakorlatilag főszerkezetében minden a kormány akarata szerint ment végig, és valóban az SZDSZ ugyan pártként lett, ő azt mondta, hogy nem, de a képviselők nagy segítséget nyújtva simán, úgymond az a 200-160 arányban minden módosító javaslat le lett szavazva, illetve az ő végszámaik pedig ezzel meg lett szavazva. Tehát az MSZP-SZDSZ koalíció az teljes mértékben működött. Lehet szídni, hogy radikális az SZDSZ, megbukott az SZDSZ, ma a költségvetés megtámogatásához ő is kellett, és ez nem jó irányba vitte el az egész költségvetést. Tehát lesz új költségvetés, terve. Hogyha önök jönnek, én ebből ezt olvastam. Sajnos muszáj lesz, hogy legyen, nem nagy öröm ez, de muszáj lesz új költségvetés csinálni, mert másképp nem lehet kilábolni ebből a válságból. Dabakos László, köszönöm, hogy itt járt nálunk, minden jót önnek. Köszönöm szépen. Hamarosan folytatjuk.